Iratkozz fel a Kitunes csatornára, induljon a végtelen móka! Klaus, télapó unokája. Rúti! Rúti túl sokáig írja az ajándéklistát. Gyerünk, Rúzi! Lássuk, semmit sem akarok kihagyni. Van csokis, te is. Igen, jó sok van belőle. Akkor kérek egyet. Bébik, attól félek, hogy így nekünk nem marad ajándék. Nem jutunk be időben. Nyugi, bébik, karácsonykor a barátság a legszebb ajándék. Habár egy új kristálygömb. Ez meg mi volt? Nem tudom. Derítsük ki. Jó! A könyv! Innen fúj a hideg szél. Menjünk át Storylandbe és nézzünk szét. Egyszer volt egy vidám bébi, akinek nem volt már kedve nevetni. Mi folyik itt? Kicsit ködös az idő, nem igaz? Egy kicsit. Nagy köd van. Semmit sem látok. Bébik, nincs mitől félni. Semmi sem történhet. Gyertek, ne féljünk inkább, menjünk tovább. Ne féljetek, mindjárt visszajön. Ó, de jó, hogy itt vagytok. Ki ez a bébi, és mi a baj? Nem ismeritek? Ő Klaus. Az idén először neki kéne elvinni az ajándékokat minden bébihez. Minden a köd miatt van. Pár napja jött, de nincs meg a szárnya. De a legrosszabb ma történt. Ren, a hű barátja is eltűnt. És nem értem, hogy miért ment el. Mi déli irányba indulunk, hogy megkeressük. Elindulnátok Klausszal észak felé, hogy ott keresítek? Fel északra? Au! Hát persze, nem gond. Minden egy hete kezdődött. Nagy vihar támadt Storylandben, és elvitte a szánomat. Ó, igen. Piggyvel sikerült eltérítenünk, de a szél túl erős volt. Akkor jött a köd. Rennel vártuk, hogy felszálljon, és lássuk az ajándékokat. És most történt karácsony előtt? Egész évben gyakoroltam, hogy megmutassam nagypapa nevetését a bébiknek. De rennélkül nem tudok többé nevetni. Jaj, ne! Hol fáj? Gyógyítsam meg a sebedet! Nem, Dotti. Azt hiszem, hogy itt fáj neki. Cutie, nem látod, hogy Klaus most szomorú? Lulu, mit csinálsz? Gyere ide! Ó, ez a nevetés ismerős. Hisz ez, Ren, arról jön a hang. Siessünk! Kapaszkodj, Ren! Ne mozdulj, mindjárt megment! Várd meg! Az ajándékok mind leesnek! Klaus, állj! Meg kell fognom a zsákot, vagy a bébik semmit sem kapnak karácsonyra! Jaj, ne! Leesik! Ne! Ren! Bruni, mentsük meg a szánt! Álljon meg az idő! A szán? Te vagy Klaus, télapó unokája. Igen, ő itt, Ren, a hű barátom. Storyland Magic Tears! És a bébik így tanulták meg, hogyha mind együtt vannak, nem számít a hideg. A barátság a legnagyobb ajándék. Ne félj, Ren! Kitaláljuk, hogy vigyük el a világ minden bébiéhez a karácsonyt. Igen, és mind adunk valamit, hogy ma este egy bébi sem maradjon a világban ajándék nélkül. Ajándékokat fel a szánra! Boldog karácsony, bébik! Boldog karácsonyt!
gondoskodj róla, hogy Storyland és a történetei sose merüljenek feledésbe. Mikor olvastok, mindig együtt leszünk. Így örökre fennmaradnak a közös élményeink. Boldog karácsonyt! Ho, ho, ho! Vége. A nagy meglepetés. Imádom a karácsony estét. Te mit szeretsz benne? A fát szeretem. A díszítéseket. A meglepetéseket. De itt nincs semmi. Se dísz, se karácsonyfa. Azt mondtad, hogy megvan minden. Neked nem jó semmi. Igenis sok cuccom van. Ez, meg ez. Tadám! Ha? És mit kezdjünk azzal? Hello, lányok! Rudi! Itt van a fa. Benne van a dobozban. Gyerünk, mire vártok? Ez föld. Egy ásó? Zocsolókanna! És három mag? Na, én nem akarok ásót, csak karácsonyfát. Meg lesz. Csak csapatban kell dolgozni. Nala és Lala a földet a cserébe rakod. Ti meg bele a magokat. És nézd! Semmi sem történik. A fával mi lesz? Valaki elrontotta. Te például. Nem, te! Ó, tudom, a locsolókanna! Ez a kanna nem jó. Ez eltört. Hogy tört volna el? Csak nincs benne víz. Már értem. Na most próbáld. Öntözd meg. Wow! Nagyon szép lett! Yay! Boldog karácsony! Köszi, neked is! Boldog karácsony! Wow! La 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 la. A legjobban a kanna tetszik! Megtarthatom! Oké, lányok, már csak egy néhány nap van karácsonyig. Még egy csomó masnit fel kell tenni. Mindennek tökéletesnek kell lennie. Hol vannak a virágok? Fantasztikus! Tudod, hogy kell két kézzel csinálni? Persze. Ezt nézd meg. Tadám! Szuper. De folytasd inkább egy kézzel. Siess! Váó! Csodálatosan néz ki! Köszi, de még sok a dolgunk. Oké, de ne felejtsd el megírni a levelet a télapónak. Később. Még nagyon sok dolgom van. Hát jó. Gyerünk le, kellenek a lámpák. Gyere, Koni, ezt látnod kell. Egy adventi naptár. Minden napra van egy-egy ablak, és mindegyikben van egy különleges ajándék. Váó! És már csak kettő van csukva. Ez azt jelenti, hogy már csak kettő nap van hátra karácsonyig. Tehát meg kell írnunk a levelet a télapónak. Mindenkinek szólok, hogy ne felejts el. És végül a legutolsó. Kész vagy? Akkor segíts nekem feltenni ezeket a gömböket. Kellenek karácsonyi gömbök? Tessék!
Fejezd be! Ez nem karácsonyi viselkedés. Miért nem vagy a főnök? Most én vagyok a főnök. Dobj egy kis havat a koszorúra. Hey! Már csak 2 nap van karácsonyig. Megírtátok már, hogy milyen ajándékot szeretnétek? Nagyon vicces. Ajándék? Igen. Hú, 2 napot végig aludtam. Karácsony van! Gyertek ünnepelni a házamba! Yeah! Jó reggelt! Jó reggelt! Ó, ne! Nincs ajándék! Annyira el voltam foglalva, hogy elfelejtettem megírni a levelet. Én is! Én is! Ha nem vitatkoztunk volna, megírhattuk volna a levelet. Ez életem eddig legrosszabb karácsonya. Én szóltam, amikor feladtam a levelemet, de ti nem hallgattatok rám. Vagyis, akkor te kaptál ajándékot? Mi az? Mutasd! Nem láthatjátok, mert különleges. Különleges? Egyébként nagyon kicsi. Itt sehol sincs ajándék. Miért vagy ilyen vidám, hogyha nincs meg az ajándékod? Pedig itt van ám, csak nem lehet látni. Én azt kértem, hogy veszekedés nélkül legyünk mindegyütt. Mert erről szól a karácsony. Te vagy a legjobb barát az egész világon. De nekünk még nincsenek ajándékaink. Figyelj ide! Hol szereztétek az ajándékokat? Micsoda! Kinyitottátok a maradék 2 ablakot az adventi naptáron? Akkor... Nem a mai napon van karácsony, csak holnap lesz. És ha csak holnap van, akkor ma megírhatjuk a leveleket. Ugyanazt fogom kérni, mint Koni, hogy legyünk mindig együtt. Én is! Én is! Ha? Ó, igen, természetesen én is azt fogom kérni, hogy legyünk mindig együtt. Kupi király. Csi, nyitom! Szia! Szia, Krisztel! Szeretném visszakapni a fésümet. Ó, persze, a fésüt. Itt kell lennie valahol. Ó, itt meg mi történt? Mekkora kupi van? Tényleg? Szerintem nincs. Rend van, csak az én rendszeremben. Ha? De hol a fésüm? Ebben a rendetlenségben sose találjuk meg. Ki kell takarítanod? Jól van. Segítetek? Nem érzem túl jól magam. Léci! Hát persze! Csináljuk! Most? Nekem sok dolgom van. Fontosabb, mint megtalálni a fésűm. Vagy szépen rendbe tenni a házat? Igen. Snowboard versenyem lesz sákkal. Pá! Hová viszi a vasalódeszkát? Krisztál kész katasztrófa. Hát én megkeresem a fésűt. Még ha össze is kell pakolnom. Pendi! Segítesz kitakarítani Krisztál házát? Csapjunk bele! Na végre! De nem lett meg a fésűm. Ne pánikolj! Holnap megkérdezzük Krisztált. Ki fog térni a hitéből, ha meglátja, mit csinálunk itt? Kész vagyok! Hé! Várjatok! Remélem Krisztálnak sikerült megtalálni a fésűt. Szia, Krisztál! Látod, mit csináltunk a... Én ezt nem hiszem el!
Hogy tudtál ilyen rövid idő alatt ekkora kupit csinálni? Mindig, amikor tűszentek. Höcsi! Krisztál, te folyton beteg vagy, de rendet kell tartanod. Itt laksz, és szükségem van a fésűbre. Ó, mi történt? Lady! Hová tűntél? Lady, hallasz engem? Minden oké. Csak olyan sötét van itt, hogy elaludtam. Lady, ez szuper! De hol vagy? Nem tudom, sok itt a szemét. Vannak itt elveszett cumik, törött játékok. Hát, mi történt? A fésűm! Megtaláltam a fésűmet. Kicsit beszorult, megpróbálom kihúzni. Lady, ne! Ne húzd ki! Rád borul ez az egész! Késő, már kihúztam, és semmi sem történt. Úgy érzem, az oknifal elindult felém. Nem látod a hópehhez zokni másik felét? Jó ideje nem találom. Bébik, kezdek kicsit félni. Léci, húzzatok ki innen! Kezd szűkös lenni ide lent! Segítsetek! Lady, keres valamit, ami megtartja a falat! Hé, megtaláltad a snowboardomat? Hozok segítséget! Ne aggódj, Lady! Én segítek! Köszönöm, Krisztál! Pendi! Segítened kell! Gyorsan össze kell pakolnunk Krisztálnál! Megint? Egyszer már megcsináltuk. Candy, segíts nekem! Krisztálnál őrült kupi van. Nem, még mindig nem adta vissza a koronát, amit kölcsön adtam. Az én pilóta szemüvegemet se. Léci, segítsetek! Lady-t betemette Krisztál kupija. Ne sírjál, segítünk! Sziasztok! Tudom, és megígérem, hogy rendet teszek. De húzzuk ki onnan Lady-t. Sietetek, összezár a fal. De ami még rosszabb, iszonyú lábszag van. Szia, Krisztál, tegnap nálam hagytad a vasalódeszkádat. A mindenit? Ez mekkora már? Na, én léptem. Krisztál, legközelebb a snowboardot hozd, az sokkal jobb. Ez az, a snowboard. Lulu, szerettelek, tiéd lehet minden parfümöm. Juhú! Megmentettetek! Nézzétek, mit találtam! A tiarám! És a szemüvegem! Sajnálom, Lady, igazad van. Kész káosz vagyok. De ügyesen snowboardozol vasalódeszkán. Ezúttal nem működött a sírás. Még mindig kupi van. Krisztál, működött! Gyerünk, kezd el! Ez komoly! Nem fogtok segíteni? Egy nap a hóban. Hé, lányok! Mit csináltok? Semmit. Unatkozunk. Ez borzasztó. Yeah! Hello, Krisztál! Sziasztok! Unatkoztok? Igen, unatkozunk. Szeretnétek hallani a világ legjobb ötletét? Persze, igen! Mindenkit meghívok a Vidám Parkomba. Csak mi leszünk ott. Van egy Vidám Parkod? Igen, csak az enyém. Persze, nekem meg van egy palotám. Ó, nem hiszel nekem? Akkor maradj itt, mi megmegyünk. Jó, gyerünk! Igen, Krisztál! Hé, várjatok, én is megyek! Jaj nekem, ez rengeteg hó. Itt volt az út. Szerintem erre remélem. Közel vagyunk már.
reggel óta csak sétálunk. Igen, azt mondtad, közel vagyunk már. Ó, ne félj, itt kell lennie. Voltam itt már sokszor. Én nem látok semmit, is pisilni kell. Erre senki nem kíváncsi. Mindig csak panaszkodsz. Nem tudom, azt hittem itt van. Ezt a táblát már láttuk? Igen, itt már elmentünk egyszer. Itt kell lennie. Tudom, hogy itt volt az út. Felmegyek a dombra. Onnan biztosan meglátom. Megmondtam, hogy nincs itt semmiféle park. Krisztál, csak fantáziál. Krisztál, ide hoztál minket a semmiért. Most elmegyünk. Tényleg itt volt. Nem hazudok. Sajnálom, hogy nem hittem neked. Meg tudsz bocsátani nekem? Magic Tears! Wow! Fantasztikus! Hurrá! Ez a világ legjobb vidámparkja! Fantasztikus! Beteg. Mit kell lennie? Krisztál mindig azt mondja, hogy az ő háza különleges. Hát, nekem mindegy formának tűnik. Sziasztok! Tudod, hogy Krisztál hol lakik? Nagyon szeretném meglátogatni, mert beteg. Tudom, hát. Gyertek velem. A háza itt van nem messze, csak felfelé kell menni. Ez jó! Imádom! Annyira krisztálos! Szia! Krisztál itthon van? Szia, Krisztál! Jobban vagy? Hoztam neked ajándékot. Köszönöm szépen! Bár most beteg vagyok, így biztos nem fogok tudni úszni. Nézzük meg, hogy van-e lázad. Nagyon meleg vagy. Ez majd leviszi a lázad. Tom, tom, tom. A szíved hihetetlen gyorsan zakatol. És olyan fontos az arcod, mint egy pöttyös labda. Kapnod kell egy szurit. Ne, már jobban is vagyok. Au! Hé, mit csinál ott az a majom? Majom? Én nem látok majmot. Ledobnál nekem egy kókuszdiót onnan a pálmafáról? Kis majom, adj nekem egy kókuszt! Gyere már le! Mit csinálsz? Nagyon lázas. Nincs észne és kiütései vannak. Ez hóláz! Ne aggódjatok! 2 óra is sokkal jobban lesz. A házon belül is tud esni az eső? Nem! Olvad a tető! Ó, köszönöm, kis majom! Krisztál olyan lázas, hogy meggyulladt. Le kell vinnünk a lázat, különben elolvad a ház. Én mindent megpróbáltam. Meg kell várnunk, amíg jobban lesz. Ne aggódjatok! Megyek és főzök neki egy teát. Attól már is sokkal jobban lesz. Más ötlet? És ha... Nem, nincs más ötletem. Ültessük le ide. Fújja mindenki! Milyen aranyos kis majmot. Már itt is vagyok. Ez a különleges tea biztosan meggyógyít majd. Köszönöm a teját, Dilis kis majom. A teá csak felmelegíti, le kell hűtenünk a házat. Ó, megvan! A
szállamon használom, hogy gyorsabban menjen. Ez működik! Nem akarok tovább óriás kerekezni. Nagyon szédülök. A házam még ezt sem tud segíteni. Ez egy nagyszerű ötlet. Gyorsan, az egész ékonyot körbe kell rakni. Nagyon elfáradtam. Nekem még a szarvam is belefájdult. Ó, ti még itt vagytok? Köszönöm, jobban vagyok. Hadd vizsgáljalak meg. Ó, Krisztál magas láza végre lement. Kérsz egy masszázs, Judit? Vagy esti mesét? Köszi, nem akarok már aludni. Ó, mi ez a sok jég? Olyan magas lázad volt, hogy elkezdett olvadni a házad. Ezért körbe raktuk jégkockával. Snowy ötlete volt. Igazi zsenik vagytok. Nem csak engem mentettetek meg, hanem a házamat is. Magic Tears! Ez csodálatos! Ez itt Lady-é, azt hiszem, ez pedig Connie-é. A hihetetlen Crybaby völgyből jelentkezik Susu, hogy elmesélje, milyen az igazi, autentikus karácsony. A béke, a nyugalom és a... Bocsi, nem zavarlak? Nyugi már! Ó, kérdezzünk meg egy igazi szakértőt. Itt én vagyok a karácsony szakértője. Kézben tartom az előkészületeket. Ruti, elmondanád nekünk, hogy mi a legjobb a karácsonyban? Az egészben a karácsonyfa a legfontosabb. Nem, a dalok. Missy szerint a dalok. Ha, de a fa a legfontosabb. Én tényleg mindent tudok a karácsonyról. A fentezik ünneplik a karácsonyt? Azt nem tudom. Nézzük meg! Irány együtt a fentezi hegy! Ez egyre izgalmasabb. Lássuk, hogy ünnepelnek a világ körül. Áó! Itt vagyunk a Fenteziknél. Folytatódik külön kiadásunk. Karácsony a Crybabykkel. Úgy tűnik, nagyon nehezen boldogulnak a székekkel. Hello! Tetszik a dekoráció? Pókháló? De most komolyan? Ez egy másik ünnephez való, nem karácsonyhoz? Igen, persze, nagyon tetszik. Akkor ünnepeld velünk a karácsony. De nincsen fa. És sütik sem. Minden van, csak kicsit más. Snowboardozhatok a felhőkön. Boldog karácsony, csodás lesz. Ó, mi a baj? Néhány dolgot nem igazán ért. Ne hagyd úgy! Vagy szerencsétlenségét. Ó, és a pókhálók? Azok? Azok vattacukorból vannak. Nagyon fincsik. Mi? Nem. Nincs karácsony fa nélkül. Hová kerül az ajándék? Ne aggódj, egyet se félj! A pinyátában rengeteg varázs és ajándék elfér. Hát ez nem túl karácsonyi. Gyertek a völgyben, nézzétek, mi hogy csináljuk. Mi már láttuk, hogy ti hogy ünnepeltek. De biztosan nem láttatok még mindent. Nézzétek meg, milyen az igazi karácsony. Jól van, menjünk. De mi mindig így ünnepelünk. Maradjanak velünk, mert a fentezik elájulnak majd a karácsonyuktól. Egyetlen pinyátát sem láttam. Húú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 
mit csinálsz, Tina? Itt a völgyben a fára aggatnak mindent, honnan tudhatom, hogy nem ehető egy sem? Au! Húcsata! Na várjak! Ezt kapd el! Jaj, ne! Ha! Ez az! Szép volt, teli találat! A csillagom! Oh! Ennél rosszabb nem is történhetett. Összetört a csúcsdísz. Sajnálom, hogy összetörtem, pinyáta járt a fejemben. Pinyáta? Nincsenek pinyáták. A pinyáta egyáltalán nem karácsonyi dekoráció. Bocsi, hogy ezt mondom, de a mi karácsonyunk teljesen más. Tina, menjünk. Ne roncsuk el az ünnepüket. Én a legjobban azt szeretem a karácsonyban, hogy együtt ünnepelünk. Mikor jönnek a fentezik? Nem jönnek. Nekik fura szokásaik vannak. Nem gyűlünk össze karácsonykor? Összetört a csúcsdísz. Nem érdekes, csak az számít, hogy együtt legyünk. Talán igazad van, Kvali. Szörnyű ez a karácsony. Menjünk a Fantasy hegyre, ott sokkal jobb a buli. Akar itt tánc, akar itt tánc, akar itt tánc, akar itt. Úgy tűnik, idén itt is kifejezetten borzalmas a karácsony. Juhu! Boldog karácsony mindenkinek! Hű! Hát itt vagytok! Nem kellett volna kiborulnom a csillag miatt, hisz a karácsony lényege, hogy a szeretteiddel együtt ünnepelj. Nagyon örülök, hogy eljöttetek! Fantasy Magic Tears! Hű, szuper! Csodás! A tökéletes karácsony! Micsoda ajándék! Narvi legendája! Imádom! Ilyen. Hát ilyen az igazi karácsony!